Nagy cselekből és gólokból sem volt hiány a Fair Play futballrócsó Palicsi állomásán. A csapatok ezúttal azonban nem csak a rúgott gólokkal, hanem a sportszerűséggel is eredményesek tudtak lenni. Ha valaki például szabálytalankodik a pályán, és azt nem jelzi a másiknak, vagy például a bíró helyettesnek, akkor az egy Fair Play pont a másik csapatnak. Ezt hívják úgy, hogy Fair Play pontok, és ha például valaki vezet 3-0-ra, akkor az az egy pontot megkap, és így lesz 3-1. Turnir ještě se svega tiče jako dobar, samo što mi nismo loše startovali, imamo dva poraze. A torna szervezője idén is a Magyarországi Oltalom Sport Egyesület. A hat országot felölelő Fair Play torna egyik legérdekesebb része, hogy a meccsek bíró és sípszó nélkül zajlanak le. Meg tudják beszélni a játékosok, tehát nagyon fontos az, hogy magad döntsd el, hogy állj ki magadért, a véleményedért, hogyha valami olyan probléma történt a pályán, akkor menj oda és mondd el. Ezért egyébként egy fontos szabály az, hogy ha bármilyen szabálytalanság történik, akár én követem el a játékos, vagy akár az ellenfél, akkor egy kézfeltartással jelzem, és akkor tudjuk, hogy szabálytalanság történt. A Fair Play futball rócson nem csak az eredmény, hanem a sportszerűség is számít. Ezért a Fair Play díjat bezsebelő csapat részt vett a torna budapesti döntőjén, amelyet december közepén tartanak.